A zenerajongók egy egész nemzedéke kockáztatja hallását azokkal a fülhallgatókkal, amelyek szünet nélkül ráadásul túl hangosan szólnak. Ezt állapítja meg az ENSZ egészségügyi világszervezete friss jelentésében, hozzátéve, hogy az örökös telefonálás is folyamatos, tehát fárasztó inger a fülnek. A szervezet illetékes igazgatója azt magyarázza, hogy szerintük automata hangerő szabályozót kellene építeni a szerkezetekbe, és nagyon fontos lenne, hogy a szülők is odafigyeljenek gyerekeikre ebből a szempontból is. De a lényeg, hogy a berendezésnek magától le kellene halkulnia. A WHO jelentés szerint a világ lakosságának 5%-a, vagyis 466 millió ember, köztük 34 millió gyerek küzd halláskárosultsággal. A 12 és 35 év közöttiek körében minden második fiatal, több mint 1 milliárd ember kockáztatja a hallását.